Jászapáti Petra, olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzője. Jászapáti Petra többszörös magyar bajnok pályakerékpáros és Európa-bajnoki résztvevő, a Ferencvárosi Tornaklub sportolója. Igen, kedves nézőink, egy és ugyanazon szeméről beszélünk, de ígérjük, hamarosan megmagyarázzuk ezt a furcsa helyzetet, hogyan lehet egyszerre valaki sikeres két sportágban és két klubban is. Mikor Petrával megbeszéltük az interjút, egy két héttel későbbi időpontot mondott, de kérése érthető volt, hiszen csodálatos esemény történt vele. Férjhez ment, és éppen a NASZ útjára indult. Nagyon jó volt, Krétára mentünk, és hát nagyon jó meleg volt, úgyhogy mikor visszajöttünk Magyarországra, és ez a 15-20 fok fogadott, akkor az eléggé megcsapott. Főleg így, hogy most biciklizni is megyünk, azért látszik eléggé be vagyok öltözve, úgyhogy reggel 8 fokban indultam el a jégpályára. Már jól esett a pihenés. Ugye az olimpia után kicsit elhúzódott a világbajnoksággal a szezon, április közepére lett körülbelül vége a szezonnak. Utána pihentem egy pár hónapot, és utána visszaálltam a biciklizésbe június környékén. Visszatérve a munkába, a hét elején egy kerékpáros edzéssel indított a női rövidpályás gyorskori csapat, de honnan a bringa iránti nagy szeretet? 2020-ban kezdődött az egész, amikor a Covid ideje alatt ugye a közös edzések száma valamennyivel lecsökkent, és úgy edzettünk csak közösen, hogy biciklin tekertünk. És az egyik résztávos edzés az a Morgan szigeten volt, és hát ott volt egy szerencsétlen baleset, viszont ennek köszönhetően szerencsésen találkoztunk Pataki Ibolyával, aki mondta, hogy hát miért nem megyünk le a millenáris velodromra, mert hogy ott azért biztonságosabb körülmények között tudnánk résztávozni. És így kerültem le először a millire, és így találkoztam először a pályasporttal közvetlen közelről is. És hát ez megmaradt egészen az olimpiáig, ugye pályakerékpáron is és országúton is edzettünk, és Ibi felajánlott, hogy miért nem próbálom meg az Európa-bajnokságot csapatban, és úgy voltam vele, hogy hát az olimpiai utáni évben ezek beleférnek, és szerencsére a szövetségem is engedte. A nyári müncheni multisport Európa-bajnokságon Petra már az első versenynapon rajthozállt a sprint csapat tagjaként. A szintén korcsolya berkekben ismert, de pályakerékpározóként a Fradit erősítő Kercsomagos Zsuzsannával a csapatban a magyar válogatott az előkelő 6. helyen végzett, de Petrát még más élmények is lenyűgözték a bajor fővárosban. Az furcsa volt már először, hogy ez egy ilyen multisport Európa-bajnokság, kicsit hasonlított valamilyen szinten az olimpiára, nyilván nem volt egy kifejezetten olimpiai vagy multisport EB falu, mint hogy az olimpián szokott lenni, de óriás felhajtás volt körülötte. Rengeteg nézőkim volt, minden nap telt ház volt, és nekem ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt, hogy más volt. Ugye nyilván nálunk például mindenki be van öltözve, itt meg mindenki rövidnadrág, rövidújúba ment ki nyáron versenyezni, és nagyon furcsa volt, de egy nagyon-nagyon jó élmény volt, és kicsit kimozdított a komfortzónámból. A nemrég az Eötvös Loránd Tudományegyetem sportarcának választott, a Bölcsészettudományi Karon pedig germanisztikát hallgató Petrát arra kértük, magyarázza el, mi a különbség a pálya és az országúti kerékpár között. A legnagyobb különbség az ugye az, hogy itt lehet váltani ugye a sebességek között, az áttételek azok változtathatóak, a pályakerékpáron egy áttétel van, olyasmi, mint egy fixi. A pályakerékpáron nincsen fék, ami ugye sokaknak eléggé bizarr lehet és ijesztő, hogy hát de nem tudsz fékezni. Nyilván az országúton hosszabbakat megyünk, másfél-két és fél órákat, a pályakerékpáros edzéseken pedig rövidebb távokat szoktunk menni. Ott is megvannak azért a hosszabb menetek, de az maximum 8-10 percben be is fejeződik. Nincs más hátra, mint hogy Petra megválaszolja a riportunk eredeti kérdését. Két sportág, két klubban, ráadásul sikeresen. Ezt úgy lehetett megcsinálni, hogy az én klubom, a Szegedi Korcsolyázó Egyesületnek nincsen kerékpáros szakosztálya, és amikor elkezdtem kerékpározni, akkor én először BVSC színeibe kezdtem el, majd utána a Fradihoz mentem át kicsivel kevesebb, mint egy éve. A Fradinak ugyan van korcsolyázó szakosztálya, de mivel én a Szegedi Korcsolyázó Egyesület alatt vagyok bejegyezve a Korcsolyázó Szövetségnél, ezért így tudok a Fradinál kerékpározni. Végre telítettek a sportnaptárak, így a rövidpályás gyorskorcsolyázóké is. Bár a pályakerékpárban a nagyállam most még nem jött össze, Petra a jövőben sem szakad el a két keréktől. Októberben lett volna még a világbajnokság, ami időben belefért volna, azonban nem volt meg az elég pontunk ahhoz, hogy kijuthassunk, hiszen csak egy versenyen indultunk el az Európa-bajnokságon. Az Párizsban lett volna, és annak nagyon örültünk volna, hogyha tudunk menni, hiszen ugye mondom, időben is belefért volna. A jövőben pedig meglátjuk, egyenlőre csak a VB-ig néztünk, hiszen utána a kerékpáros szezonnak vége van, és utána ugye újból alapoznak, és nekünk meg akkor kezdődik a versenyzés, úgyhogy azt még ennyire nem tudom, de a kerékpár az, mint látszik is, az életem része maradva, és hát az edzéseim része maradnak, úgyhogy mindenképp kerékközelben is leszek.
Sport és a Tetrekészség támogatója, a Telekom.